Kivel volt is egymás ellen, és még voltak az eredmények. Mehet, bum! Azt mutatta meg neki, hogy hova kell rámenni. Nem, a invite alatt lévő ablakra, és lenyomod az X-et. Akin ellen meg akarod nézni a statisztikát. Annyi. Utolsó négyet írja csak. Egyszerűen nem bírok ebbe a gecis Chelsea-be, nézd meg, megint elmegy, bazd meg. Chelsea-be. Nem bírok ellene, bazd meg. Neki? Ja most? Vagy ellened? Ha most se volt olyan sok neki. Előbb az meg bevittem rossz irányba, passzoltam, sima gólhelyzetben voltam már majdnem. Mi otthon van? Mennek a szarabnál szarabb passzok, bazdmeg. Nem oda passzolom, azt meg elveszi. Hova kurva anyádba? Elengedlek én. Nem. Bazd meg, be van ide állva a középpályára, bazd meg. Be van állva a középpály. Az jó. Az olyan 40-valány százalékosak azok. Itatja magát, belett tőle baszni, mint a disznó. Tudom, mert mi vettünk kint egy csomót, liter számra ittam, az a víz helyett azt ittam reggel. Komolyan. Én jövök. Jó, már menj már a kurva anyádba, mutogatsz, kassai. Ne húzd már az időt. Ha mi van most, miért ne? Akkor annyi. Az szép üzé volt. Az meg. Ki fogok kapni? Nézd meg, bassz meg! Valami nulla, amit előadok itt most. Nulla. Elmegy, bazd meg, 2-0, fasz ki, van egy hiba megint.
Ebből már nem hozom vissza ezt a meccset. Há? Ebből a felállása. Ebből a felállása biztos nem, bazd. Ebből a felállása biztos nem hozom vissza. Hát de mi a melyiket, bazd? Most azt nézem, hogy mi lehet a helyzet. Bazd meg, nem bírom visszacserélni, elkúrtam. Hogy mi van most? Ja nem. CMK. Hát de nem jó, ez a Pjanic nem jó, így van. Húha. Jó. Én sem, jó, meg vagyok. Megtörtént a hello. Remélem, bazd meg. De azért vissza kéne menni rámni. Állíts meg! Mondjad, Budikán! Elmentem is itt vele egy kört, jöttem kettesbe, meghúzottam az utcába, gyors levettem a gázról a lábamat, nem pattog semmi. Tip, egy év garancia van rá, azt mondta, bármi van, amit ők csináltak, vigyük oda. Ennyit. Ki mutatta azt a izét is, azt a tömeges kereket, vagy mi a faszom a neve, hát kicsit oda volt az is. Kettő tömeges lenkerék, most mondja Laci itt a fülesbe. Úgyhogy ennyi, 308 ezer volt, ennyi. Na. Na, ennyi. Na. Na erre gyere, ide gyere reggel, azt megyünk át. Jó. Jó van, megnézzük, jó van. Kocsi legyen reggel, rendben, azt hello. Na, oké, okay, na. Hello. Már szerzi a maszekot hónapra, mert nincs a cégnél, mert a szerezze is. Na mehet. Ja. De nem bírok most, lépjél be. Indítsd el a meccset. Már most lépjünk ki. Gyorsan. Na most itt hívott pont a kollega. Lépjél ki, gumi, mert nekem nem engedi. Akkor menjen. Hagyjad, menjen. Most se enged ki? Ha most kienged, gyors ránézek. Jó, 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 nagyon jó. Az be van rúgva. Szédül? Az jó. Az jó, akkor így jó, még repülni is fog. Az jó, ha szédül, akkor jó a pál lesz. Mit mond? Ja, mert későn ér oda. Lehet, hogy addigra már jobban szédű. Kár volt elbaszni a barackot. Egyszerűen nem bírom azt a passzjátékot játszani, amit kéne. Mindig elakad valahol ez a geci labda. Na most baszd meg, de így passzolok minden nap, Laci. Ne idegesítsi!
Ha minden nap itt vagy, bassz meg, 2 óra vezet most, érted? Hát is álltam. Nem bírok eljutni a 16-osig, ott kezdődik a baj. Hát gyenge, bazd meg most. Ó, bazd meg. Jó, akkor jött még egy felest. Ó! Kapufaga, bazd meg, gumi kapufát nyomatok. É, ez is az. Visszaadtam. Fejem felül játszok, látom? Á, huha. Nem is olyan á. Hát ez sima 2-0-ás buli, úgy látom. Vagy 3. És nem tudom, valami nem kóser. Á! Befocs. Á, visszaadom neki, bazd. Hát ez biztos, hogy nem fog még egyszer így megtörténni ez, ami most itt ezen a meccsen. Bazd meg, Laci, jól játszok, bazd meg, nem bírok helyzetet teremteni. Valami baj van. Na, fasz. Most pont kinéztem az ablakon, mert itt tolatgat valaki, az bambul befele. Ki a geci? El sem bírom venni a labdát. Egyszerűen milyen felállásban? Be vannak oda tömörülve, 5 középpályáson lemerem fogadni, bazd. Nem lehet átjönni közöttük. Há? Jó, van, elment ez a meccs, már biztos. Ha már első fél időben elment. Belefogt
Mert mindig én hívlak meg azért. Nem? Ha mindig én hívlak, meg azért nem játszol az hazai pályán. Springi 3, Laci 6. Hát te ugyanúgy a Juventus-szal, most nem variálok. Ezek nem passzol föl. Tök furcsán megy az egész. Nem tudom, de olyan furcsa. Nem az, baszdmeg, a játékosok mozg, az egész kép, vagy én nem tudom, olyan furcsa. Azt hittem berúgja bazd meg. A főtöz velem bazd meg a joystickot, ha berúgja bazd. Thank you.
Hova megy, bazd meg? Nézd meg, bazd meg, nem veszi a fekszibe. Szokásos. Á, faszom! Igen. Mert mindig abban vagyok. Ritka. Előbb gumi ellen változtattam, mert cumin voltam, de sok jelentősége nem volt. Á. Yeah.
De ahogy állta? Á, nem tudja beadni. Mit érek vele? Semmi. Sokat nem értem még vele idáig a passzolgatásra. Még a kapura rúgás se volt. Thank you.
Nagyon jó volt, előbb simán 2-0, most simán 4-0. El is köszöntem szerintem mára. Ennek. Ha habazd meg két meccs alatt 6 gól, mit játszok meg? Már elég volt. Gombócból is sok. Ah!
Köszönöm szépen!
Aha, és oda fogtad. Izé már vezett a egyik meccsem a fél időben, a Minx 1-0, az a 1-40-es szorzók, oroszok. Mondjuk az... Nálam meg mind a 11-et, mind a két meccsen, ahogy elnéztem. Vojnák kiállítottak egy rendet. Van film? Film? Van valami film? Semmit nem csináltam, van még a labdáim. Nem? Nézted már? És Enkor? Hát és az hol lett meg? Talán ugyanazon az oldalon? Két napos indus Enkor. De nem ugyanott fog tudok belépni. Majd átküldöm a linket, nekem azért küldik el, mert... De ami régi oldal volt, most én oda rámegyek, akkor nem fog nekem bejönni. Hát de és akkor de ezek nagy köcsögök, bazd meg, már nekem is 10 éve bent van, akkor miért nem küldenek valami e-mailt vagy valami? Ott nem, majd küldöm a linket, küldj lényegében. De jó. Hát én is fizettem érte, bazd meg. 2000 forintot fizettem akkor. Én az első két napban benne voltam. De ezek már hány éve? 13? Slavo dolgozik? Hol van? Még a Balatonon? Vagy hol? Hogy ne dolgozz? A hajtja a fényben. Nem tudom most. Nem mondom, már visszajött. Hát visszajött. Hát előbb te nyertél, nem gond? Nem is oda tette. Ő nyert. Let's see.
Perché l'alitano? Isten fasza. De rúgd be mindent. Na most mi van? Te nem bírt volna várni még egy fél percet? Bazd meg, még a izé meccsen nincs gól, bazd meg a cseh portugálom, bazd meg 20 perc elteltével. Mind a kettőnek kéne rúgjon gólt, bazd meg.
Hát azt néztem, 1-1 volt az utóbbi, előtte 4-1-re portugálok nyertek, tehát mind a kettő rúghat még. Meg 0-0. A izé vezet, ez a FC Minsz 1-0-ra. Most nézem a betenest, a 64-36-ba birtokolja a labdát a FC Minsz, aznap nyerni kell. Cseh portugálon rúgja mind a kettő gólt, az jó, meg még este lesz még egy, nem tudom melyik, az is valami U-valahány, és ott is mind a két csapat rúgjon gólt. 10 000-re adtam főbe, az meg 4 és fele szór, 45. Hát 35-öt hoz. Jó lenne. Hát te mind a hármat el kell találni, ja. Ha 4 és fele szorzó, 4-50 valamennyi, 10 000-é, 45 000, majdnem 46 000, hát a 35-öt hoz tisztán. Nem is volt semmi más meccs, ezek voltak. Nem tudom, de már nem is hallani. De akkor az meg várta volna meg, azt mindjárt végig, azt tudnánk játszani addig. Jó van. Jövök, Stingics, a begölcsölt az asszony lába. Biztos a pálinkát. Erős az a román pálinka van. Mi? Nem a Laci úgyse játszik mi? Hallom. Na mit? Mibe vagy? Abba? Kékbe? Hát abba a nyereg vagy. Nem mintha Messin számítana. Nem? Mi az? Micsoda? Hát ebbe játszok 4-4-2-be. Thank you.
Hát. Két védő ma. Thank you.
Mi az? Kettő. Lépjél ki, gumi, mert elnyomtam. Kettő védő, mert három védő, egy ki van állítva. Hát direkt, minek? Ma úgy se rúgok, ma egy gólt se. Ez ma már a harmadik meccsben, azt nem kaptam 6-8 gólt megint. Thank you.
Ja, ott vagyok. Hát én embert nem szoktam cserélgetni. Mi felállás is?
Mi lenne, ha még játszanák is, Laci? De, ma nem érdekel, már lövöldözöm a labdákat. Nem is, én nem is csinálok szinte semmit, magától játszik. Már fölkúrtam az agyon. Ma kaptam már, bazdmeg, mennyit? 10 gólt ma, bazdmeg, ebben. Hát és, ha mindet rárúgtam, fölé ment direkt. De nem is csinálok semmit, vagy mindig magától vette a labdát. Kaptam ma már 10 gólt, az meg nem rúgtam egyet. Ha leszarom az egészet. Hoppá. Kösz. Bírom berúgni, nem tök minden. Ez 3 védő van majd. Nem kell csináljak semmit, akkor veszem el a labdát.
lesz. Magától rúgja ki. Azt alig nyomkodom a gombot. Szinte 50%-ába tán. Mondom, a gép játszik magától az. Magától rúgja ki a labdát, összesen belül meg ilyeneket csinál. Hozzá nem, meg se nyomok egy gombot se. Laci, esküszöm, hogy alig nyújtam a joystickot. Kaptam 10 gólt ma, bazd meg. Hallod? Azt, így majdnem itt előttem volt a joystick, hozzá se nyúltam. Ma annyira felén baszta az ideget. Ugye már nem is játszok, na, szevasztok. Cseh Portugál 1-1, az már megvan, mindkét csapat robot volt. Meg a Minx vezet, a, majdnem a 70. percben, 1-0, már csak esti meccsen kell 2 gól a meccs. Nem tudom, az mindjárt megnézem, hogy... A kurva anyát pont. Ja, Bohemians Dundlak. Mi a faszom? Morg, mi az? Az mi? Skóta, na, halló.
Laci? Igen? Ez a izé játék, ez milyen ez a zombis? Már mi a címe? Várjál, mindjárt mondom. Ez a Until Dawn. A 10 000 valahogy, majdnem 11 000 forint, de full verzió, mert... De nem plusz, de hát ingyenessé tették most a hónapban. Tönt lesz hónapban. Hát töltöm le! Ingyen. Ingyen, a izébe. Hát várjál, hol találtam? Meg azt mondja, hogy a... Ja, a PlayStation Plus-ba, tán? Igen, a PlayStation Plus-ba. Mi PS Plus Games, ott van bent. Ja, mi, jó, onnan én is lehúzom. 38 GB. És full, oda van írva, hogy full game. Full game. Az jó, az ingyenessé tették. Na, amúgy 10 000 valahány száz kírja, csak át van húzva az ára. Igen, elkezdték elhúzni a net. Sok idén gyerek. Már letöltött, már mennyit töltött le? Azt hát már még 4 óra hossza is lent van, azt írja. Ajaj. Á, miért a kuvál, faszik. Nem volt két napja. Ez most mi van? Hát nem is oda passzol. Ugye még ez sem. Nem oda akartam adni. Ki akartam a szélre, a hol a söröm? Ezt is megittam, a picsába. Ki kell menjek másik. Még a izét is, még ma hívott, bazd, 36 ezer rájött, 46 helyett 36-ért adta ezt a kettős tömegű lenkereket, hogy mi azt is kereszteljük. Beindított, ez a kettős tömegű valami, mit tudom én, milyen kerék, mert az, ha beindították, az csattogott, zörögött, verte a izét, ez úgy égszíjattam, szép majd. Ezt egyből le is állították, azt már hívott, és 46 ezer helyett 36-ért adta nekem. De én ma nagyon jól jártam, maradt 9 000 forint. Ma Budinak volt 61 000, te két nap alatt, az meg összesen 10 000. Jól ideges vagyok, bazd meg, a szétrobbanok az ide. Nincs. Várja, mai két melóból le kellett adni 5 000-et, azt mondja, ne add már le 5 000-et, add már oda nekem, mert nincs pénzem, az a fel vásárolni kell. Na mondom, most menni a gecibe, bazd meg. Én nem tudom, de holnap jön 100 000, 60 000-et adott, a 254-ből jön 100 000, abból fel az övé, fel az enyém, akkor jön ide az összes hozzám, azt még nem tudom honnan szed még egy 40 000-et, amit ide ad nekem 50-et, bazd, nem érdekel onnan, de nekem mondtam, holnap kell ide a pénz, mert fél napot pénz volt. Faszom. Maradt 9 000, meg feladtam idegészségnél, egy 10 000-et. Akkor ezért cseh, portugál, mindkét csapat szerez volt, egy-egy az már jó, a FK Minx, oroszok vezetnek 1-40, meg este a Bohemiász Dundák, mindkét csapat szerez volt, 45-öt hozta jön. Na, szerintem ez mi van? Nem tudom, majd utána nézek, mert még az meg tiszta idegben vagyok. 3-szor ezek elvertek, 2-szer elvertek a FIFA-ban, akkor azok kaptam 10 gólt, rúgtam egyet, az. Na mondom, vissza át ez is. Hogy jó, meddig nyomod? Az a megint csapat. Ja. Na, te jó van. Hónap nincs munkánk elvileg, már Budi azt mondja, lehet, hogy van maszek, meg kéne menni, mert nincs pénz. Mondom, jó van, menjünk.
De még reggel minden kell futóműves, le van beszélve, azt is nem tudom kifizetni ki. Én a 9000 forintom? Bazdmeg. Nincs, van 9000 forintom, le van beszélve a futóműves, azt nincs mi. Ha bazdmeg, ha mindent én fizetek, nem lesz elég jó szerintem. Hát már nem is tudom, mit találjak ki, bazdmeg. Van, amit el kell vele beszélgetni, mert ezt én nem fogom csinálni. Faszom, hát ez így lehet, ki kiidegen valaki. Hova rakja a pénzt? Nem tudom meg. Na mondtam neki, mész a bőnő mellé. Nem cigizik, nem iszik semmi, bazd, most nincs véle. Hihetetlen a csávó. Szerintem, jó, hello. Nézd meg, bazd meg, nem hiszem el. Ajaj. Nem bírok, még kapul alul is van, nem hiszem. Spinky, itt vagy? Ajaj! Spinky, itt vagy? Szóval az Istennek a faszát látnak. Ez a kurva anyját van, meg rohadt szemét látok. Első félidő és Pinginé is így volt, aztán a másodikban meg sem bírtam volna. Csak tovább geszörítettem. Hát? Átváltottam a játékosat, mondom, oda fog passzolni, mondom, becsúszott, és nem vált át. Átváltottam a játékosnak, mondom, oda fog passzolni, mondom, becsúszok, és nem vált átváltani. Ajaj, tesz szép. Gumi, játszó még egyet utána. Figyelj,
Mi? Mi, hogy hány gól? Figyelj, mert figyelj, mit mondtál, mi kell neked, hány gól? Ja nem, hát 1-1 a portugál, meg a cseh-portugál 1-1, az jó, mert mindkét csapat szerez gólt, az már jó. A Minx vezet a 70. perc körül 1-0-ra, az úgy, az jó. És este kell az esti meccsen, igen? Ott is, hogy mindkét csapat szerez gólt, az a dundlákos meccsen. És akkor 45-35 tiszta. 10-esből 35 tiszta akkor. De ez a Minx remélem nem lesz, 85-ben már Minx, 60-40 a labdabirtoklás a Minxnek, és még van 5 perc a rendes játékidőből. Hát az esti meccsen meg, hogy mindkét csapat rúgjon volt. A Bohemias, vagy mi az, meg a Dundlak, vagy mi a faszom. Az, az. Hogy mind a kettő rúgjon gólt. Hát engem nem érdekel az én részemet, leszarom, engem az érdekel, mert hogy honnan fog ez a hülye pénzt szedni, mert a hónap, ami jön melóban, még így is jött, még 50-nel jött. Tehát én nem azért hűtögettem a lóvét, bazd meg. De bazd meg, se szó, se beszéd, tök tisztában volt vele, tudta, hogy, mert tudja, hogy van pénzem. Tök tisztában volt, nem is nagyon idegeskedett, jó persze, de tudta, hogy én megoldom, érted? Én csípem nagyon, mert jó haverom a Woody, de hogy mi a fasz csinál a pénze, én megkérdem már tőle. Érted, én most ezért nem fog, ez így hosszú távon nem fog működni. A Woodyt 10 éve ismerem a Woodyt. Nem tudom, a gyerek foci állandóan tankolja, kocsit viszi a gyereket focizni, ilyen tabletta a gyereknek, olyan tabletta, meg a faszom, meg így, úgy se lesz belőle focista, nem tudom mit erőtteti, de jól játszik a fia, tény és való, mert ma felnőttbe is focizik, oda is hívják, mert pénzért játszik a felnőttbe. Meccsenként kap 10 000-et a felnőttbe, bazd. Nekem meg ma egyik meccsen ment. Nem is volt kedvem. Egyet játszok a gumival, egy másik felállásba, de egyszerűen nincs is hozzá hangulatom nagyon. De azért 10 gólt kapok, azt rúgok egyet. 3, mennyi? 4 meccs alatt, bazd. Na, rúgjatok még egy gólt. Támad a Minx. Már nem. Hát csak behúzzák 1-0, ezek a oroszok olyan egy gólos meccsek, hogy nem igaz. Mi? Vége? Ja, ma úgyse kapott más. Én már biztos nem kapok. Ma annyira jó nem állok. Most a gumi nyer, akkor kap ő is egyet ellenem. 2 megve. Na, hello. Még ezt lenyomom, bazdmeg, most egy más felállásban van. Azért nem is ment, bazdmeg, mert tiszta idegben vagyok ettől pénztől, bazdmeg. Faszom, ki van ebben hülyébe. Én oldjak meg mindent, bazdmeg. Közben nézem itt a tabletten a izékban, mindjárt vége a Minx meccsnek. Mindjárt kiírja, hogy hány percet hosszabb is. Mindegy, nekem. Fejér is, jó, akkor jó.
sem. Mi jelentő? Nem, az én nem nyertem. Egyszerűen nem, mert a Laci... Hallod, Laci ellen nem is csináltam semmit. Alig nyomtam a joystickot. Mindig, ahogy megkaptam a labdát, direkt rárúgtam. Direkt. Nem is akartam berúgni, ott is direkt kirúgtam oldalgóna. Hát faszom, mert nem, egyszerűen nem volt kedve. Írd már ki hány perc hosszabbítás, köcső. Remélem egy nónonat. Minxi kirúgás. 3 perc, ajjajjajjajj. És akkor még este. Ez így marad, akkor már jó 2 meccs a 3-ba, este meg kéne 2 góla. A faszom tudja már melyik meccs. Hogy mind... Ja, az izé, Bohemiász meg a Dundle. Vagy Finn. Skót, a Laci mondta is, ja. Na, erre bead egy vizes pályát, bassz, szájlózz meg. Nem eleget szoptam, ma még ad egy vizes pályát. Ne rúgd el! Nézem itt közben a tablettet, bazd meg. Még van egy kis idő. Jó, a Minxi szabadrugás. Nem megye. Ha? 10 másodperc. Bazd meg, támadnak a izék, veszélyes támad, hogy most rúgjanak, mert összetöröm a tablettet, biztos. És még bedobás jön, már időn túl vannak, hallod? Végeredmény, jó? Most írta ki. Már bedobás nem is engedte. Akkor már csak az esti. Na, akkor most már figyeljek ide. Menj már tovább, én nem megy tovább. Kurva anyját megbasz. Mikor meg akarom nézni, akkor meg nem lehet. Te nem jössz a Fradi Puskás meccsre? Hát nem, vasárnap lesz, de lehet, hogy kimegyek. Úgyis lesz jegy. Odaülök, ahova akarok, bazd. Nem? Hát kocsival kimegyek. Vagy a Slahova taxival.
Vers! Na kapcsol, majd mondom neki, köcsög, kapcsold be az órát. Vers! Közben elviszünk egy-két utast, azt megvan a jegyára. Nem, tényleg azt mondom is neki. Aha, a lehet. Ügyesen csinál. Két nap alatt keresett 70-et, az jó volt. Az jó már, azt mondja. Hát, össze, egész város, a Pest megyébe. Jó, de város nyomja inkább, az a buli. Most három védős rendszerbe játszok, alapfelállásokba. A szomszédnak is át kéne kiabálják, adja vissza a töltőt, az nem bírtam megcsinálni. 60 ezer forint egy olyan töltő, hát lehidaltam reggel. Mikor, hát van ilyen két Berner behajtunk, ilyen csavarozó behajtóba, az meg 60 ezer forint a izé. Ha mondjuk egy ilyen behajtó meg 160. Jó, mondjuk már 3 éves mindegyik. Beszart a töltő, az aksi töltője. Van 3 aksink a 2 géphez, azt nem bírjuk tölteni, azt mindig a cégtől el kell vinni egyet. 60 ezer, mi 60 ezer benne? Hát mondom, mi aranybó van, vagy mi a fasz? Basszálj be az anyádat, hogy nem bírja rálőni, bazd meg, normális. Ajjajj. Ja, mondom, megnézem a tableten a meccs eredményt, mert be vagyok hűve, jó. Na, maradok ki. Mondjuk be kellett volna hozni másik két csatár. Mindegy, hát szaromos jó, hogy futnak ezek. Hát az az a rúg egy gólt. Hát nekem ma nagyon szóval. A Lacit nem bírom megverni, már van 2 alkalom óta nem bírom megverni, bazd meg. Egyszerűen. Gól! Ó, bazd meg, mint egy leány. Na bazd meg! Hát, ó, bazd, menjen a kurva anyába. Így fejelni. Hát de bazd meg miért, hát a rúgógombot nyomott, tudod a kört, és így ezt csinál. Most fejelni akart, bazd meg. Á, kurva anyját, hogy nem megy el oda. Most tegyed már, ott fönt. Á, nem jó, de így jó. Az le is sérült. Akkor fújt valamit? Nem. A Dybala, az a Dybala volt össze. Ja, az nem a Dybala. Az. És le is van sérülve. Nézd meg, sérült. A sérült az. Á, kurva anyját, hogy az a baj most.
Nem tudom, megnézem, nincs-e lesérülve. Az a Buffon az anyja picsájában nyúl, bazd meg, fölrakja két kezét, azt elmegy mellette a labda, bazd. De itt nem írja, hogy le van sérülve. A többi annál inkább. Ha mindegy, hármat kicserélek gyorsan. Át is állok másik felálláson. Most bazd meg, kipróbálom azt a izét. 4-3-3 atak. Egy, ezt kipróbálom. Ez innen van, le is jön. Kehidra, ide bejön a Mandzukic. Zaza bejön a izé helyett, a Higuain is oda van egy kicsit. Jó, és akkor még ki van itt? Van egy ilyen 83-as Listeiner, vagy a Ben... ez. Jobb oldali. Ja, ez meg a Pjanic helyett. Ide berakom, csak ezt megcserélem a másikkal. Jó. Taktika mi? Jó, oké. Már megy is. Kicsit fagy frissüljenek föl, hát ha kiegyenlítek. Abba egy döntetlen térjek el ma. Jó van, már vidd már azt a táblát a picsában. Hát a kiegyenlítek. Ah, bazd meg, nincs ott senki, de kurtam megint. Ja. Te fejelted? Ja. Miért adja annyira ki, bazd meg az anyádat, te hülye buzi, bazd meg. Rohadjád meg. Ezt nem is, így akartam rárugni, bazdom. Mandzukic bejött, már nyomja a kapura. Felállás maradt? Ne, feláll, annyi, hogy csak behoztam három friss embert. Oh. Ja nem, 4-3-3, bocs, tényleg, 4-3-3-ba átálltam. Igazadva. Asszálj be az anyádat, ha nem éri utolba az. Ezt a fasz. Már mennyi? 2-1-re vezet, mi? Ja. Á, 11-es akkor. A fasz kifele. Akkor rohadjon-e az? Ja igen, rohadjon-e. Jó van, már ne rajzolgasd, bazd. Egyszerűen nem bírok belőle gólt összehozni. Kurva anyádat már, bazd. Zaza, megszólalt a neve. Megszólították. Nem lehet, bazd meg, elmenni a kapuig, bazd meg. Bazd meg, szögl! Az pedig lehet védte volna a kapus. Ha?
Hát a miért ide, én nem ide adja a nyíj legyenessen, nem értem, bazd meg. A tűjét kapok, beadja bazd meg Sréjen a ötöshöz. Faszom ki van, hogy... Á, még mellé is nézem, ez gól. Nem megye. Á, ma vége mindjárt, ma nem jutok föl. Á, kizár dolog, hogy ebből még lesz egyenlítés. Á, itt biztos, hogy nem. Á, á, faszom kurva anyja. Fújd már le, faszom, mit rohavaró anyjak? Minek? 3-1, mit rohaggálja? Ennyi volt. Na, jó van, Gumi, szevasz.